3500 új igazolt esettel 21 ezer fölé emelkedett a koronavírusos betegek száma Olaszországban. 24 óra alatt 174 életet követelt a járvány. Lombardiában hivatalos közlések szerint már csak 15-20 intenzív kórházi ágy maradt szabadon. Rómában új intenzív ágyakat állítanak fel, két olasz kórházban egy reuma gyógyszerrel kísérleteznek a koronavírus okozta tüdőgyulladás kezelésére. Kínában 21 páciensen próbálták ki ezt a szert, mi ezt a kísérletet folytatjuk, és úgy látjuk, hogy működik, mondja a nápolyi immunológiai klinika igazgatója. Jelenleg sajnos nem mindenkinél. Azt gondoljuk, hogy ha sikerülne a pontos időzítést meghatározni, akkor sokkal hatékonyabb is lehetne. A szert 6 páciensen próbálták ki eddig, 3-nál enyhített a tüneteken, egy viszont a kezelés ellenére meghalt. 7000 ember ellen indítottak eljárást a járványügyi szabályok megszegése miatt Olaszországban. Az olaszok még így is megtalálják a módját, hogy kifejezzék optimizmusukat. Erkélyükről tapsolják meg az egészségügyi dolgozókat, vagy együtt éneklik a himnuszt az ablakból.